Felmerülhet a kérdés, miután beszéltem a karmáról, hogy hogyan lehet tompítani egy nehéz karmát. Mindenképpen, ha már benne vagyunk egy ilyen nehéz karmában, akkor abból kilépni nem lehet, hiszen ez egy beindult gépezet, amiben mi benne vagyunk, és ez pörög. Amivel mi megkönnyíthetjük a helyzetünket, az elsősorban az elfogadás, és a következő lépés az az energiák áramoltatása, a szeretet. Nem szabad, hogy kétségbe essünk, a legkétségbejtőbb helyzetekben sem. Fel kell magunkban ismerni az erőt. Ugye mindnyájunkban benne van a fény, a Buddha természet. Hogyha nem is tudtunk még eljutni odáig, hogy ezt megtapasztaljuk, ezt a fényt, akkor is tudatosíthatjuk magunkban, hogy ez mindenkiben ott van. Egy nehéz helyzetben, ha erősek maradunk, elfogadók vagyunk, és szeretetet tudunk áramoltatni minden helyzetben azok felé, akik minket körülvesznek, akkor ez a pozitív energia vissza fog hozzánk térni. Cselekedj úgy másokkal, ahogy azt szeretnéd, hogy veled cselekedjenek, ez alapigazság.